Hát eljött az ideje annak, hogy búcsúzzunk a téltől. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb Star Stable videóban. A mai videóban elbúcsúzzunk a téltől. Pontosabban, hát megnézzük a mai frissítést, vagy hát inkább úgy mondom, hogy egyik részét. Másrészt pedig visszaemlékezünk arra, hogy mi is történt ebben az 5 hétben, amíg bent volt velünk a téli falu, és a havazás Jorvikon, szóval szerintem vágjunk is bele. Az első héten bejött maga a téli falu, és minden téli csoda, mint például a havazás, a verseny, és ráadásul a Julefa is, méghozzá a hóviharral, és a Tenessa Walker lovakkal, pár szettel, a pingvines versennyel, és ilyen apró kis feladatokkal, amikért téli zsetont is kapunk. Én nagyon imádom így összegezve ezt az egész telet. Nagyon sajnálom, hogy ilyen hamar kiveszik, de hát ez van. De hát haladjunk tovább, és nézzük, mi volt a második héten. A második héten a törpe jött be, más néven a horpe. Kicsit furcsa kiejteni, de hát ez a becses neve. Ugye ez egy kis állat, és hát én nem vettem meg, mert szerintem pénzkidobás, de tényleg bevallom, nagyon imádni való, meg cuki. Magával hozta a róka katasztrófát is, ami egy mindennapos feladat lett, amiért szintén kapunk téli zsetont. Ugye ez a téli faluban található meg, és a rókákat kell megmentenünk. Utána bejött hozzánk egy régi verseny is, és a kavargó hóesés szett is visszatért, és nézzük is, mi volt a harmadik héten. A harmadik héten bejöttek a mágikus lények, azaz Szálván és Kátur, akik irtózatos cukik voltak, csak úgy is terveztem, hogy megveszem Kátur, de végül az lett belőle, hogy cserit vettem meg, ugye belga melegvérümet, akit azóta is imádok. És hozzá érkezett téli kedvenc, és a Yeti. Hát, hogy is mondjam, ez a Yetis küldetés nem nagyon hozott lázba engem. Megértem, mert megnyitottuk azt a kis szigetet, és, vagy hát felfedeztük, és még ez a kis róka is becsöppent hozzánk a feladatsor végén, szóval ezért megérte, de amúgy kicsit furcsa volt és kiidegelő a küldetés, szóval igen, és ugye egy újabb verseny is jött ezzel a frissítéssel, ráadásul még szettek is. A negyedik héten bejött a csata, a róka, meg a tűzi játék, ilyen sorrendben. Ugye a csata a Yetire vonatkozik, ugyanúgy folytatták a feladatot. Szerintem kicsit furcsa lett, furcsára sikeredett, nem kidolgozott volt, de se baj. Tehát ugye még ehhez az újévi parti is, szetteket is hozott ez az újévi parti nekünk, és a tűzi játékot is, és szerintem a tűzi játék kicsit el lett hanyagolva, olyan téren, hogy nem lett annyira kidolgozva, de attól még tényleg nagyon-nagyon jól néz ki, és természetesen a lámpások is jöttek. Aztán most ezen a héten pedig ugye az 5. hét volt, és visszajöttek a varázslovak, a Nixik és a Winfellák, és visszatért hozzánk a szeretett hóviharunk is. Szerintem nagyon jó, és a hóvihart reggel 8-tól 10-ig lehet, és este 5-től pedig 7-ig lehet megtalálni Jorvikon. Szerintem jól sikeredett ez az egész, és kapunk érte XP-ket, szóval még ez is plusz dolog. Igazából ennyi lenne, de pluszban még bónusz üzletbe is kaptunk egy pulcsit, amit meg is mutatok nektek. A Julefát így összegezném, hogy szerintem ez lenne a pulcsi. Szerintem nem lett olyan rossz. Mármint így az ajándékokra értem. Kaptunk legalább eszét is, aminek én tényleg nagyon hálás vagyok. Összegezve ennyit a térről, és tényleg nagyon sajnálom, hogy
ez most így ki is megy a játékból. Másrészt pedig annyit szeretnék mondani, hogy még lehetséges, hogy lesz egy live, mielőtt kimegy egy tél. Még pontos időpontot nem mondok, mert még nem is tudnék. Majd erről még érkezik természetesen egy bejegyzés. Aztán még annyit szeretnék, hogy változni fog a profilom újból, igen, de most én kicsit így tavaszra hangolódnék, és mivel már így is olyan szép idő van kint, szóval a profilképpel együtt frissülni fog az introm is ilyen tavasziassá. Azt még nem tudom mikor, de majd még dolgozok rajta. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy elnyerte tetsziseteket. Legközelebb találkozunk, sziasztok!